Létezik egy alapítvány, melynek elsődleges célja, hogy támogatást nyújtson az óvodáskorú gyermekek képességeinek fejlesztéséhez, sportoláshoz, valamint az egészségtudatos utánpótlás neveléshez. Az OVI Foci Közhasznú Alapítvány megálmodói Buzánszky Jenő, az aranycsapat legendás labdarúgója, és dr. Molnár Andrea kuratóriumi elnök, ők ketten a vendégeim. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát Jenő bácsi, azt hiszem, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy azért így a pályafutása során nagyon sokféle fajta megkeresést kapott ilyen-olyan ötletekre, de nekem úgy tűnik, hogy a tavalyi áprilisi együttműködés óta, ez nem azt mondom, hogy minden intenzitást felülmúl, de hogy ez egy nagyon-nagyon intenzíven fejlődő tevékenység, és ez elsősorban ennek a nagyon agilis ifjú hölgynek köszönhető, vagy az ötletnek elsősorban? Hát ugye végeredményben, hát ugye ötletből indul ki minden az életben. Hát az, hogy ugye az az OVI foci így placra került, és hát végeredményben nagyon szépen halad előre is, az elengedhetetlen feltétele annak, hogy a magyar sport az egyszerűen, hogy elejétől kezdve, kisgyerek korától kezdve fölneveljék a gyerekeket, és hát a végeredményben az OVI focinak a fő célja nem az, hogy ilyen vagy olyan sportoló legyen, hanem megszeresse a sportot, megszeresse a mozgást, az óvodában ne csak üljön, mesét hallgasson, vagy nem tudom én miket csinálnak. Én már régen voltam óvodás, de nem akkor tudom, is focisztunk, azt is hozzá kell tenni, mert hát egy rét volt az óvodák mellett, és akkor Dombóváron, és akkor azért rúgdaltuk a labdát. Amennyire lehetett, hát most ugyanezt ugye szervezett körülmények között szeretnék megvalósítani, mind ahogy meg is valósult, hiszen majd az Andrea sokkal többet tud róla mondani, mert hát ő kezeli, én csak azt tudom mondani, hogy nagyon jó ötlet, nagyon jó találmány, hiszen ugye a testnevelési órákat leépítették, és hát ma a Dulce Vita korszakában nagyon hamar el kell tudni kezdeni a gyerekekkel, hogy megszeressék a sportot, megszeressék a mozgást, és ne csak a mit tudom én most a televízió, vagy valahol, igen, nem tudom, ücsörögjenek, hanem hát lényegében mozogjanak, és ha itten talán sikerül ugye 3 éven keresztül, tehát 3-6 éves korig, ugye az óvodában ezekkel a gyerekekkel megszeretetni, és akkor mindahogy javulóban van az iskola sportjának, igen, is, és a testnevelésének a lehetősége is, akkor kétségtelen az, hogy előre tudnak lépni ezek a gyerekek, fiatalok, és fel tudnak képülni, mind ahogy mi korunkban, ha bár ugye más körülmények voltak, sokkal nem rosszabb, mint ami maiba, de a sport szeretet az megvolt, és ha mondom azt, hogy ugye 6 napot jártunk iskolába, 5 testnevelési óra volt, szóval sok mindent. Értem, utána, tehát amit... tulajdonképpen ahhoz, hogy ezt a feltozó tendenciát, hogy az iskolai, úgymond mindennapos testneveléshez ki tudják szolgálni mondjuk a gyerekek fizikai igényeinek megfelelően ezt a fajta célt, ahhoz nem árt, ezt még korábban, ugye óvodai korban elkezdeni, és a gyerekek fizikumát is képezni. Hát ez külön gratulálok, Andrea, egyébként, hogy egy ilyen képviselőt sikerült ehhez az ötlethez találni, mert azt hiszem, hogy akinek Buzánszky Jenőt sikerül úgymond az ügy érdekében az zászlajára tűzni, ennél kiválóbb képviselő nem is kell. Viszont ha jól értem én ebből a alapítványi leírásból, akkor itt az OVI foci ebben a tekintetben csak egy fogalom, de itt nem csak a labdarúgásról van szó, hanem egy általános fizikai felkészítéséről ezen korosztály képviselőinek, ugye? Igen, hát ugye idén bevezetésre került a mindennapos testnevelés, hál' Istennek. Na most ennek egy nagyon komoly infrastruktúrális háttérbázisának kell, hogy legyen. Ugye nagyon sok iskolának nincsen megfelelő tornaterme, óvodáknak nincsen tornaszobájuk, ez pedig egy olyan költséghatékony megoldás, amivel a gyerekek szabad levegőn, rendezett körülmények között tudnak egy úgynevezett sporták specifikus testnevelésben részesülni. Uh-huh. Ugye ennek a futball az alapja természetesen, de egyéb sok más sportág is megtalálta benne a helyét, hiszen maga ez a pici 6x12 méteres multifunkcionális pálya, ez kosárlabdára, kézilabdára, teniszre, lábteniszre, röplabdára és számos egyéb labdajátékra alkalmas, ügyességi gyakorlatok, készségfejlesztő gyakorlatok
alkalmazására, gyakorlására. Tehát ha jól értem, tulajdonképpen ugye létrejött ez a közhasznú alapítvány, aminek az a célja, hogy megteremtse az anyagi bázisát annak, hogy ez a fajta, hogy mondjam, kiegészítés, akár az óvodák, akár az iskolás részére, nyilván elsősorban az óvodai felkészítésben, ezeknek a pályáknak a létrehozása és mondjuk elhelyezése, gondolom, az óvodai környezet közelében, vagy az óvoda udvarán, elsősorban ennek a finanszírozását hivatott szolgálni? Igen, tehát maga az ovifoci program az három részből áll alapvetően, áll magából ebből a multifunkcionális sportpályából, a hozzá kapcsolódó speciális eszközkészletből, amit mi Olaszországból rendelünk be, illetve hozzá kapcsolódik maga ez az óvónő képzés, aminek az a lényege, hogy tényleg a gyerekek 24 órában olyan felügyelet alatt legyenek, ahol az óvónő szakszemmel tudja nézni sporták specifikusan a gyerekek mozgását. Értem, tehát tulajdonképpen akkor ez egy elég komoly képzési program is, hiszen új információkkal vértezi föl az óvónőket, akik nyilván gondolom, hogy azért örülnek, hiszen egy másfajta szemléletet is kapnak segítségül. Igen. Ez a tapasztalat. Teljes egészében két helyen valósult meg idáig a program, Debrecenben és Kőbányán a Zsivai utcában. A debreceni pálya az teljesen adományból épült, és a Zsivai utcai pálya pedig egy páratlan összefogással a kőbányai önkormányzat és az alapítvány együttműködésével jött létre. Hát ahhoz képest, hogy egy évesen működik ez az alapítvány, azért ez egy nagyon komoly eredmény, ha jól tudom, ugye? Májusi bejegyzés? Májusi bejegyzés az alapítvány, igen, és hál' Istennek odáig eljutottunk, hogy az új társasági adó törvénynek köszönhetően a következő, és idén több mint 30 pálya fog megvalósulni a hozzá kapcsolódó programmal, illetve szervezünk, ha már jó idő lesz, olyan május-június környékére egy óriási ovifoci programnapot, amire minden gyereket nagy szeretettel vár. És ez valószínűleg az UTE stadionba kerül megrendezésre. Nagyon jól hangzik. Jenő bácsi, ugye nagyon sokféle úton, módon, itt is beszélgetésünk előtt faggattuk, meg próbáltuk firtatni, hogy hány éve is ismerjük egymást, de az biztos, hogy akárhány éve is, azóta nagyon sokszor beszélgettünk arról, ugye, hogy a jelenlegi labdarúgás mondjuk útjához mi vezetett, és sokszor szóba került az, ugye, hogy az utánpótlásnak a, hogy is mondjam, fejlesztése, az a réteg, az a tömegbázis, amelyikből ugye meríteni lehet, az ugye az elmúlt évek alatt folyamatosan csappant. Én azonban viszont úgy érzem, hogy nyilván ez nem egy-két év, amíg ez a kezdeményezés majd ugye igazán a magvát ugye elkezdi majd termőre hajtani, de az egészen biztos, hogy ha óvodai korban és sokkal nagyobb létszámban kezdik el a gyerekekkel ezt a fajta mozgásformát megszeretetni, akkor hihetünk abba, hogy lesz egy jóval nagyobb merítés, akiből majd adott esetben válogatott, vagy legalábbis minőségi sportoló lehet? Remélhetőleg ez így lesz, ugye, ahogy mondod, mert lényegében ugye ez a célja neki. Az, hogy a gyerekek megszeressék már ebbe a korba, és a vigyék magukkal életen át azt, hogy a mozgás, a sportszeretet, ami egyébként ugye a sportszeretet az nem csak abból áll, hogy futballból, ugye, mind ahogy ez is több lehetőséget biztosít, hanem én legalábbis mindig azt mondom, nekem mindegy, hogy mit, csak valamit sportoljon valaki ebbe az országba, mert azért a fizikailag azért nagyon sokat jelent egyik oldalon, a másik pedig lelkileg, mert ugye minden embernek két ereje kell, hogy legyen, egy fizikai és egy lelki erő, és hogyha ezt el tudják sajátítani ezek a gyerekek, akkor azt hiszem, hogy nagyon nehéz, ugye, mikor a gyökér le van rakva, az általában mindenütt azért nől kifelé, ugyanúgy a gyerekek is, ahogy növekednek, ugyanúgy jobban megszeretik a sportot, megszeretik mindegy, hogy melyik sportágat. Én nem vagyok bigott, hogy csak futball, de mindegyik sportágat ahhoz, hogy bepótolják azt, amit itt évtizedeken keresztül elvesztettek az iskolákba, ugye egy Magyar Bálint, amelyik levitte 2 napra, ugye, hát az semmit nem jelent. A mi időnkben sokkal mostanább körülmények között is azért minden nap azért majdnem volt testnevelési óra, minden nap volt valami. Télen például ugye azt mondták, volt ott nem lesz egy kis domb, hogy hozzuk a szánkót, hogy szánkózzunk egyet a testnevelési órán. Ugye lefelé lement a szánkóval, visszafelé föl kellett neki gyalogolni, persze. Tehát a mozgása megvolt. És ezt szeretnénk elérni, hogy minél több helyen az óvodafoci helyet kapjon, de hát nem csak foci, ugye, mint ahogy az Andrea világos, is igen, mondta, érthető, hogy nagyon... hanem lényegében az, hogy nem egy akkora összeg, amit nem tudnak kibírni akár az önkormányzat, vagy maguk, nem és tudom, és tulajdonképpen
ebben a legnyitottabb korban még a gyerekek azt gondolom, hogy játszva kezdik el megismerni ezt a fajta mozgásformát, és aztán ki tudja, hogy mi lehet még belőle. Hát igen, hát szóval ugye valahol el kell indulni. Igen. Hát ugye most akkor szokom mondani sokszor, hogy én is voltam fiatal, ugye. És ez hát mit sem változott? Hát igen, szóval elkezdtük ugye, és hát az emberbe bele nő annyira igénye, szüksége, hogy én azt hiszem, hogy ennél jobbat kitalálni nem lehetett volna a fiatalságnak a szempontjából, és a magyarság erejének, a gyerekeknek, a fiataloknak a megnövekedése érdekében, mint az, hogy elkezdjük már, ugye, na most azért engedelmet, de mindig úgy szoktam mondani még, hogy az igazi focista az már mamája hasába rúg. Akkor minden gyerek az, de én is visszagondolok. Onnantól kezdve tovább kell vinni, amit elkezdett a mamájával, és ugyanúgy vinni tovább. Én biztos vagyok benne, hogy jó kitalálása ez a fiatalságnak a növekedés érdekében, mindahogy be is került ugye a sporttörvénybe is, és akkor az azt jelenti, hogy azt hiszem, hogy nehezebb lesz majd meggyártani azokat a pályákat időben, az amennyi igény lesz rajta, mert már most is nagyon sokkal, mint ahogy ezt akarom még Andrától kérdezni, hogy ha valaki most így felfigyelt erre a lehetőségre, és mondjuk hallja, hogy van, és szeretne mondjuk valami úton lépni, hogy az ő gyermeke óvodája is egy ilyen lehetőséghez jusson, akkor az mihez kezd? Hova fordul? Milyen információt keres? Hát elsősorban ugye az alapítványt kell megkeresni, mi kezeljük az ilyen igényeket és kéréseket, hogyha bármelyik óvodától jön egy ilyen kérés. Alapítvány néven érhető el akár az interneten? Igen, Ovifoci közhasznú alapítvány, www.ovi-foci.hu a honlapunknak a címe. Megkeres minket, mi felvesszük a helyi önkormányzattal a kapcsolatot, és megpróbálunk egy olyan együttműködést létrehozni, hogy a lehető leghamarabb meg tudjon valósulni a program. Nem csak a társasági adóból, hanem igyekszünk olyan operatív Európai Uniós pályázatokon is részt venni, olyan operatív programokon részt venni, amin keresztül szintén támogatáshoz jut az alapítvány, illetve nagyon várjuk azt, hogy a tőkeerős piaci cégek is megkeressenek minket, és meglássák a programunkban a lehetőséget, és csak úgy kvázi támogatást nyújtsanak az alapítványnak. És még az előző kérdésedhez, hogy hozzáfűzzek egy mondatot, én nagyon örülök annak, hogy maga az ötlet az tényleg annyira jól sikerült kitalálni, hogy a Jenő bácsi is a bizalmát szavazta ennek az egész programnak, illetve hát ugye maga az MLS, a Magyar Labdarúgó Szövetség, aki elbírálta a TAO pályázatunkat, és azt mondta, hogy igen, ez mehet ez a program, induljunk be, nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Úgyhogy az alapítvány előtt most egy hatalmas feladat áll, egy nagyon komoly év, és reméljük, hogy közösen meg tudunk felelni ennek hát a nagyon bizony, nem csak óvodáskorú gyerek anyukájaként, de minden szempontból. Tennék hozzá annyit még, ugye, hogy ezt megelőztük a nyugatot is ezzel, mert hát azért már Frankfurtból is volt érdeklődés. Na csak. Ugye ahhoz, hogy ez hogyan megy, zajlik. Ugye, és a másik ennek még a fő lényege, hogy az óvonők, is ki akarjuk képezni ahhoz, hogy országos viszonylatban megközelítőleg egyformán menjenek, nagyszerű. Ne csak önmagá által kitalált világos. Valami, hanem szakemberek. Hanem legyen egy szakmai program, amin keresztül ezt ők tehát ez is hajtani. Benne van, tehát tetőtől talpig próbáljuk a gyerekeket minden tére fölé. Nagyon köszönöm, hogy ezekkel a fantasztikus hírekkel érkeztetek ide ma reggel, és érkeztek ide ma reggel, mert hogy ez azt hiszem, hogy mindenféle szempontból azon azt az utat erősíti, amiről itt nagyon sokat beszélünk, hogy egész pici korban el kell kezdeni megszeretetni a mozgást a gyerekekkel. Köszönöm szépen, Jenő bácsi, köszönöm, Andrea. Köszönjük szépen mi is, és reméljük, hogy nem volt hiába való de egyáltalán ülni. Nem. Sokan még bekapcsolják újból. Reméljük, és meghallgatják, ugye, hogy hát hogyan is van ez tulajdonképpen. Köszönöm. Forduljanak ugye azt, amit mondott, azt a Ovifocihoz. Persze. És akkor majd az ő gyerekeik is. Meg hát annak... igen, ez a cél, hogy minél hamarabb minden korábbi generációhoz eljusson hát ez a lehetőség. Köszönöm szépen.